Nos, akkor lássuk, hogy. Huszonegyen vagytok bejelentkezve, vagy velem együtt vagyunk 21-en, igen, akkor 20 plusz 1. Jó. Na akkor röviden, itt én összeírtam, és végigfutok a jegyzeteimen is, itt kiterítettem magam elé, azokat a fejezeteket vagy címeket akarnám most itt veletek ismertetni, amiről tárgyaltunk a szemeszter során, és amiből készülnötök kell a vizsgákra. Igaz, a szemeszter első részét azt rendes kontaktóra formájában tudtuk megtartani, és ezeket rendesen előadásként megtartottam, illetve a tananyag az elérhető az elektronika labornak a honlapján. Tehát ha most megosztom veletek a képernyőmet. Így. És akkor azt mondjuk, hogy itt a látszik, amit megosztottam. Igen. Van. Az elektronika labornak a honlapjára bementek, igaz, akkor itt az előadás jegyzetnél, ezt már mutattam több alkalommal, hogy kéziratban megvannak az én jegyzeteim. A username az diák, ékezetek nélkül, és a jelszó első év, az is kicsi betűk, ékezet nélkül. Jó, és itt van egy pár ilyen PDF dokumentum, amivel be vannak szkenelve a jegyzetek, illetve van egy PowerPoint prezentáció, egy bemutató az FPG áramköröknek a belső szerkezetéről. Na most ezek a jegyzetek, amik itt be vannak szkenelve, ezek vannak itt nálam meg kéziratban, ezt fogjuk ma végigfutni. Hát az első nagy fejezet, amiről tárgyaltunk, azok az aritmetikai áramkörök voltak. Az aritmetikai áramkörökkel kezdtük igaz a szemesztert, kicsit átismételtük azokat az alapvető dolgokat, amiket Lefkovics tanárúrral tanultatok digitális elektronika 1-ből első szemeszterbe. Fél összeadó áramkör, teljes összeadó áramkör, igaz, ennek a kapcsolási rajzait, a képleteket, amivel a szummát meg a kerít, az összeget és a túlcsordulást ki lehet számolni. Ezek, hogyha minden igaz, nem is tudom, itt a második vagy negyedik PDF-ben vannak, megnyitom egy picit. Hát az aritmetikai áramkörök a második PDF-ben találhatóak. Ezeket az információkat kiegészítettük, igaz, és építettünk 4 bites összeadót soros átviteli logikával és párhuzamos átviteli logikával. Ez volt az az úgynevezett PCL, Parallel Carry Logic. Ez a párhuzamos átviteli logikai összeadóhoz egy olyan teljes összeadót is építettünk, ami két segéd tagot, a propagate és a generate tagot kiszámolta. Ennek is kell a belső felépítése, szumma, propagate és generate tagok kiszámolására használt összefüggések, illetve a túlcsordulás számolása, igaz, ami le volt vezetve, illetve laboron implementáltátok is. Beszéltünk még a kettes komplemens számolásról, igaz, hogy az összeadó áramkörökből kivonó áramkört lehessen készíteni, és beszéltünk még egy olyan soros összeadó áramkörről, aminek az összetételében egyetlen egy teljes összeadó áramkör volt, és amelyiknél igaz, ilyen regiszterekből
vettük az összeadandó számoknak a megfelelő bitjeit, és regiszterbe tároltuk a szummát, illetve egy D-tároló segítségével csatoltuk vissza az összeadásoknak a túlcsordulását, hogy tovább tudjuk vinni a magasabb helyértékek fele. És végezetül egy szorzó áramkör volt az aritmetikai áramköröknek a végén, igaz, aminek a belső felépítésében ugyancsak összeadó áramkörök szerepeltek, illetve éskapuk a rész szorzatoknak az elvégzésére. Ez is egy nagy általános kapcsolási rajz volt, 4 bites verzióra mutattam meg, hogy hogyan működik. Jó, akkor tovább haladva a második nagy fejezet, amiről tárgyaltunk, azok a félvezető tárak, vagy félvezető memóriák voltak. A félvezető memóriákat igaz, szerkezetileg első szemeszterben tanultátok egy kicsit a Lefkovics tanárúrral. Mi főleg a félvezető memóriáknak az alkalmazásait tárgyaltuk. Itt 2 nagy kategóriájú memóriáról van szó, a ROM típusú, read-only memória, és a RAM, random access típusú memóriák, véletlen hozzáférésű tárakról. A ROM típusú memóriáknak a különböző alkalmazásait vettük. Hogyan lehet például logikai függvényeket megvalósítani, hogyan lehet különböző kombinációs logikai áramköröket megvalósítani, mint a kódátalakítás, karakter, generálás, illetve vettünk 3 módszert a félvezető tárak memóriának, vagy tárkapacitásának a bővítésére. Szavak számának, szavak hosszának a bővítése, illetve az a verzió, amelyik a szavak számát is, meg a szavak hosszát is kiterjeszti. Jó, és ezen kívül még ilyen jelgenerátor típusú alkalmazást vettünk ROM típusú memóriákkal. Utána áttértünk a véletlen hozzáférésű tárakra, a RAM-okra, és a RAM típusú memóriáknál igaz 2 féle RAM-ról beszéltünk, az SRAM, statikus RAM, és a DRAM, a dinamikus RAM típusú memóriákról. Mindkét memória típus esetében megtárgyaltuk, hogy az elemi memória cella, ami 1 bittet memorál, az hogy épül fel. A RAM típusú memóriáknál igaz, D-típusú tárolók vannak használva arra, hogy a memória bitteket, igaz, memorálják, észben tartsák. Tehát tároló segítségével és segédáramkő segítségével van megvalósítva. És a DRAM típusú memória cella felépítésébe egyszerűbben csak kondenzátorok és tranzisztorok vannak. Kondenzátorokat töltenek fel, illetve sütnek ki, annak megfelelően, hogy a memorálni kívánt bit az 1-es vagy 0-ás. Persze mind a két típusú memória esetében ezeket a memória cellákat ilyen memória mátrixokba helyezik, és vannak kapcsolási rajzok, amivel lehet címezni, amivel lehet vezérelni a beírást, illetve a kiolvasást ezekből a memóriákból. Az SRAM-oknál megadtam ott egy ilyen tömvázlatot, hogy hogy néz ki az SRAM memória felépítése a memóriacellákból, illetve a DRAM-nál pedig adtam egy tömvázlatot, hogy hogyan lehet igaz a memória mátrixot címezni, illetve beszéltünk ott egy ilyen sorcím
illetve egy oszlop cím dekódolóról, meg egy frissítő áramkörről, tudnélik a DRAM-oknál az információt időnként frissíteni kell a memória cellákban, mert hogyha nem, a kondenzátorok kisülnek, és a memória cellák információja elvesztődik. Utána pedig szó volt az időzítésekről, tehát hogy hogyan kell ezeket a memóriákat időzíteni írásciklus esetén, olvasási ciklus esetén, hogyan kell megadni, milyen sorrendbe kell megadni az a érvényes címeket, az érvényes adatokat, illetve a vezérlő bitteket, a chip selectet, a chip enabled, illetve az output enabled, meg a write enabled, tehát írás engedélyezés, kimenet engedélyezés és a chip engedélyezés. Hát körülbelül ezek voltak a fő mondjuk címek, vagy fő témák a második nagy témakörben a félvezető táraknál, félvezető memóriáknál. Jó, ezeket az elméleti információkat ilyen tesztkérdések formában fogom felmérni, és akkor ezeket arra kérlek, hogy olvasgassátok át, jegyzeteljétek még ki magatoknak. Ezek megvannak az én kéziratomban, ezek az információk, illetve bibliográfiának is adtam meg nektek könyveket, igaz a Ulrich Titze, meg Christoph Schenk féle könyvet, meg a Szitja Otto féle könyvet, ezeket az információkat ott is megtaláljátok. Na most ez a kettő volt igaz az első két fejezet, utána már a harmadik fejezetet, hát még éppen csak, hogy el tudtuk kezdeni a normális kontaktóra órák keretében. Ez a véges állapotú szekvenciális automatáknak a témaköre volt, igaz? És ehhez kapcsolódott valójában utána az a sok tervezési, meg elemzési feladat, amit már csak online oktatás formájában tudtam leadni. Na most a véges állapotú szekvenciális automatáknak az elméleténél ott figyelembe kell vegyétek a következő dolgokat. Itt a véges állapotú szekvenciális automatáknak a felépítését és a matematikai modelljét tárgyaltuk. Ezt átismételtük utána majd, amikor a VHDL nyelvben megírt automatákat kellett tervezzük. Úgyhogy ez az anyagrész, ez megvan úgy kéziratban, mint elektronikusan is már a Google Classroom platformban. Tehát a matematikai modellhez igaz egy véges állapotú szekvenciális automata leírásához kellenek állapotok, kellenek átmenetek, kellenek bemenetek, kimenetek, igaz, és ezeket mind így halmazokba lehetett csoportosítani. Bemeneti változók halmaza, kimeneti változók halmaza, állapotok halmaza, és plusz még két függvény, az egyik, ami irányítja az állapotok közötti átmeneteket, és a másik, ami irányítja a kimeneteket. Igaz? Ez a három halmaz és ez a két függvény épít fel egy ilyen matematikai modellt, egy absztrakt modellt, egy véges állapotú szekvenciális automatának a modelljét. Megbeszéltük azt is, igaz, hogy két nagy kategóriája, vagy két típusú ilyen véges állapotú szekvenciális automatáról tárgyalhatunk, a Moore típusú, meg a Mealy típusú automatákról, ezeknek a sajátosságait, illetve az ábrázolási módjait is megtárgyaltuk. Állapotgráfként megjelöltük, igaz, hogy mi a lényeges különbség a két típusú automata között. A lényeges különbség a kimeneti függvényben van, hogy a Moore automatáknál a kimenetek az állapotokhoz vannak rendelve, míg a Mealy típusú automatáknál a kimenetek az átmenetekhez vannak hozzárendelve. Utána, miután ezeket az automatákat igaz, elméletileg is megtárgyaltuk, akkor következett két nagy fejezet, igaz, ami inkább gyakorlati aspektusokat, gyakorlati dolgokat tárgyalt.
Az első, a véges állapotú szekvenciális automatáknak a tervezése. Itt a tervezési feladatokat igaz sorba vettük az általatok tanult szekvenciális áramköri elemekkel. Terveztünk véges állapotú automatákat tárolókkal, D-típusú tárolóval, illetve JK-típusú tárolókkal. Utána terveztünk 74-es, 163-as integrál számláló segítségével is véges állapotú szekvenciális automatákat, illetve 74-es, 194-es léptetőregiszter segítségével is. És ezekkel párhuzamosan a laborban használtuk igaz a Xilinx környezetet, ahol a megfelelő Xilinx eszközökkel implementáltuk ezeket a feladatokat, tehát az FD, az FJKC eszközzel, meg a számlálót úgy hívták, hogy CB4CLE, illetve a léptető regisztert SR4CLED. Tehát párhuzamosan működött ez, terveztünk létező integrált áramkörökkel is, illetve az ők megfelelő Xilinx páraikkal, vagy Xilinx eszközökkel is. Tehát a véges állapotú szekvenciális automaták lennének a harmadik fejezet, mondjuk a negyedik vagy a hármasnak az egyik alpontja a véges állapotú szekvenciális automaták tervezése, és az utolsó, talán két vagy három laboron elkezdtük a véges állapotú szekvenciális automatáknak az elemzési feladatait, és végigcsináltuk ugyanezeket, igaz, a D-tárolókkal, a JK-tárolókkal, számlálókkal, illetve léptető regiszterrel megvalósított áramköröknek az elemzését. Ez a fordított feladat volt igaz a tervezésnek, mert míg a tervezésnél adott egy állapotgráf, ami leírja a működését a véges állapotú szekvenciális automatának, addig az elemzésnél adott egy kapcsolási rajz, egy áramkör, és az elemzésnek a célja az, hogy megállapítsuk, vagy felrajzoljuk azt az állapotgráfot, ami leírja a működését az áramkörnek. Tehát tervezési és elemzési feladatok, egy tervezési feladatot kihagytam, igaz, a véges állapotú szekvenciális automaták tervezését VHDL nyelvben. Tehát volt egy külön előadásunk, amelyiknek a kapcsán ilyen tervezési sablont, vagy programozási sablont mutattam be a véges állapotú szekvenciális automatáknak VHDL nyelven történő leírásához. Nem is egyet, hanem kettőt, igaz, mert volt egy sablon a Moore típusú automatáknak a megírásához, és volt egy másik sablon a MILI típusú véges állapotú szekvenciális automatáknak a megírásához. És ennek a sablonnak a kapcsán, igaz, tetszőlegesen bármelyik véges állapotú szekvenciális automata megírható, valójában anélkül, hogy elvégeznénk a kimondott tervezési feladatot, tehát hogy felírjuk a tervezési táblázatot, meg a Carnot-diagramokkal a különböző vezérlő biteket leegyszerűsítsük. Tehát a VHDL nyelvnek, igaz, a sajátossága az, hogy megengedi az áramköröket strukturálisan is leírni, tehát áramköri mondjuk formát leírni komponensek segítségével, és ott ezt a portmap komponens hívást használva, vagy pedig a második módszer az a funkcionális leírás mód, amikor leprogramozzuk, igaz, programozáshoz, vagy programozási nyelvekből át kölcsönzött utasítások segítségével az áramkörnek a működését. Illetve mindegyik esetben a labor gyakorlatban elvégeztük ezeket a tervezési feladatokat, és implementáltuk is legtöbbször kétféle módszerrel, strukturálisan is, és funkcionálisan is, illetve schematic editor segítségével kapcsolási rajz formájában is. Tehát legtöbbször igaz, megcsináltuk a kapcsolási rajzot, utána a házi feladatnak maradt, vagy az órán is volt, amikor sikerült befejezni a strukturális leírás módot is különböző áramköröknél.
illetve funkcionálisan megírtuk a 7 szegmenses kijelzőt, az órajel, áramkört, igaz, ami leosztotta az FPGA lapnak az órajelét 1 herces órajelre, vagy számlálót is írtunk, egyszerű számlálót, egyszerű multiplexer, demultiplexer áramköröket, dekódoló áramkört, tehát többféle áramkört valósítottunk meg VHDL nyelvben, úgyhogy különös figyelemmel tekintsetek ezekre a VHDL programocskákra, meg a VHDL szintaxisokra, mert lesznek majd a tesztben olyan kérdések, ahol bizonyos információkat VHDL szintaxissal kell megadni. Tehát, hogyha ilyen összefüggéseket, képleteket kérek, akkor azokat számítógépen, igaz, komplikált beírni olyan formában, ahogy mi tanultuk digitális elektronikában, igaz, hogy A negált, meg A, igaz, ez not A-ként, igaz, VHDL nyelvben sokkal könnyebben be lehet írni, tehát ezeket az összefüggéseket ilyen VHDL szintaxisba fogom majd a vizsgán kérni. Jó, tehát eddig igaz, akkor átvettünk 5 ilyen fejezetet, tehát aritmetikai áramkörök, a félvezető memóriák, a harmadik lett volna a véges állapotú szekvenciális automaták, a 4-es az a tervezési, és az 5-ös a telepzési, mondjuk, feladatok, vagy problémák. Akkor volt még egy 6. témakör, igaz, egy PowerPoint prezentáció formájában, ami ugyanitt megtalálható a dokumentáció között. Ez a FPGA áramköröknek a felépítése, így dióhéjban átvéve. Erre majd vissza fogtok térni Brassai Tiamér tanár úrral, újra konfigurálható digitális áramkörök előadásból, vagy tantárgyból, és ott majd részletesebben belementek az FPGA áramköröknek a belső felépítésébe. Ennek a digitális elektronika kurzusnak nem volt tárgya, viszont dióhéjban megtárgyaltuk, és itt végigfutok ezen a prezentáción, hogy miket beszélgettünk. Tehát az FPGA-k felépítésében megtalálható alapvető építő elemekről tárgyaltunk, a logikai cellákról, a szeletekről, programozható logikai tömbökről, igaz, hogy ezek hogy épülnek fel, illetve hogy alakítható ki egyikből a másik, mert egy ilyen hierarchikus struktúráról van szó. Utána az I.O. blokkokról, tehát a ki- és bemeneteket menedzselő blokkokról, meg a programozható összeköttetésekről, amelyeknek a segítségével ki lehet alakítani a különböző áramköröket, illetve felsoroltuk azokat a különféle más építő elemeket is, amelyek benne vannak, vagy benne lehetnek az FPGA áramköröknek a felépítésébe. Igaz, és itt nagyjából átvettük, igaz, hogy néznek ki ezek a programozható logikai tömbök, amelyek általában 4 szeletből épülnek fel, mindegyik szelet 2 logikai cellából épül fel, igaz, és őket összekötik a programozható összeköttetések, illetve egy ilyen programozható logikai blokknak, vagy tömbnek a belső felépítését is tárgyaltuk egy picit, hogy mik vannak a felépítésében. Hát vannak szekvenciális áramkörök, igaz, amiket D-tárolók valósítanak meg, és vannak benne kombinációs logikai áramkörök, úgynevezett memória zónák, lookup table-ek, amik multiplexerek segítségével címezhetők vagy választhatók ki, és így bármilyen logikai függvényt meg lehet velük valósítani. Ezeket a részletes struktúrákat nem fogom kérdezni, hogy a multiplexerek hogy kötik össze a szeleteket, meg a logikai cellákat, hogy kialakuljanak ezek a programozható logikai blokkok, viszont az alap építő elemeket, illetve az opcionális egyéb építő elemeket, azokat a vizsgán számon fogom kérni, tehát ez lenne egy ilyen 7. mondjuk téma vagy fejezet,
az FPGA áramköröknek a belső felépítésére vonatkozóan, ami a vizsgának az anyagát fogja képezni. Na, körülbelül így összefoglalva dióhéjban ez lenne a tananyag, igaz? Lehet használni, igaz, ezeket a kéziratokat, illetve lehet használni azokat az elektronikus oktatási segédleteket, amiket a szemeszter folyamán a Google Classroom-on keresztül osztottam meg veletek. Tehát a véges állapotú szekvenciális automatáknak a leírásait, akkor a tervezési feladatokat, igaz, mindegyik tervezési típusról van egy dokumentum, tárolós feladatok vannak, számláros feladatok, regiszteres feladatok tervezve. Akkor van egy külön előadás a VADL nyelvben való tervezésről, és van egy előadás, nem is egy, hanem azt hiszem kettő, az elemzési feladatokkal, mert ott is vettünk külön elemzési feladatokat D és EK típusú tárolókkal, illetve vettünk elemzési feladatokat az integrált számlálókkal. Ha megnézzük ezt a Google Classroom-ot, igaz, én az előadás jegyzeteket mindig úgy töltöttem fel, itt bármelyik Classroom-ot nézzük, mondjuk a számteknél, igaz, hogy ezeket a feladatokat mindig előadás jegyzetként címeztem, illetve itt vannak a például véges állapotú szekvenciális automaták tervezése tárolókkal, D és JK típusú tárolókkal, tehát itt vannak a PDF-ben az elméleti leírás, illetve Circuit Maker szimulációkban a megoldott feladatok. Ugyanúgy a második ilyen tananyaggal, akkor a véges állapotú szekvenciális automaták tervezése a 74-163-as integrált számlálóval, igaz? Itt is látjátok a tananyagot, az adatlapokat, igaz, meg a Circuit Maker szimulációkat, utána véges állapotú szekvenciális automaták tervezése léptető regiszterekkel, itt van a 74-194-esnek az adatlapja, az áramkörök, illetve a tananyag, utána véges állapotú szekvenciális automaták tervezése VHDL nyelven, ez egy PDF dokumentum, illetve a laboron hozzátartoznak a példa, a programok, igaz, amiket megvalósítottunk, illetve itt a vizsgai információkat is feltöltöttem nektek egy külön dokumentumba, utána pedig az elemzésnél jönnek a tárolókkal megvalósított áramkörök elemzése, szimulációkkal egybekötve, és a számlálókkal megvalósított áramköröknek az elemzése. Tehát körülbelül ezek voltak a tananyagnak a részei. Na most ezzel kapcsolatosan, hogyha vannak észrevételeitek, kérdéseitek, akkor szívesen válaszolok. A házikra a jegyet mikor tudjuk meg? A házikra a jegyet én már egy jó részét kijavítottam, igaz? Tehát ti a Classroom-ba, egy pillanatot is megjön, és mutatom, akinek kijavítottam a háziát, az kellett kapjon értesítést, jeggyel, meg esetleg megjegyzésekkel. Hát mit tudom én, MEHA 2B például, igaz, itt a Classroom-ba, a Classwork. Igaz, ha vesszük az első, ezek a labortesztek, hol vannak itt a Vue-mód, csak egy picit itt ezt tüntessük el. Tehát itt voltak, igaz, az első laborok, amiket a Classroom-on keresztül töltöttetek fel. Itt például 12 személynek adtam jegyet, tehát a grade-et, úgyhogy mindenkinek ki van például ez javítva. És meg lehet nézni a Classroom-ba, van ez a grades. Igaz, itt mindenkinek megvan 100-as skálán, valójában a jegy az, el kell osztani ezt a számot, 10-es, annyi sok a jegyek. Persze, hogy a
folyamatban van, tehát itt például, ha veszem a második házit, a kijelző multiplexert, ott például 11-nek kijavítottam, van valaki, aki még beküldte, valószínűleg utólag, Dan Lét, látjátok, Jakab Alpár, neki még ki kell javítsam. De általában nagyjából kijavítgattam a házikat, 4-10-nek adtam jegyet, 0-nak kell még adjak. Itt 9-nek adtam, 1-nek még ki kell javítsam. Ezeket még végig fogom nézni a héten és a hétvégén, és próbálom javítgatni. Itt is 9-et kijavítottam, 1 még pluszba betűlte, itt 8-nak javítottam, és még van egy, akinek ki kell javítsam, de nagyjából ki vannak javítva, tehát ezeket lehet nézni, ezeket a jegyeket, illetve van még 2 vagy 3 házi, amit még ennek a Google Classroom-nak a bevezetése előtt kértem, azokat e-mailben kaptam meg, és az e-maileket is megnéztem, és a jelenlétnél, az Elektronika Labor honlapjába oda tettem értékeléseket, illetve még meg kell nézem, hogyha érkezett be utólag e-mail, akkor azokat is át fog kelni, még nézzem. Tehát minden házi feladatot át fogok nézni, ki fogok értékelni, és a végén ezekből a jegyekből egy átlagot számolok mindenkinek. Oké? Tehát minden házira lehet 1-10-ig kapni jegyeket. A classroomos háziknál ottan 100-ig megy a pontozás, de mondjuk aki 90 pontot kapott, annak 9-es a jegye. Aki 85-öst kapott, az annak 850 a jegyes. Ezeket a jegyeket összeszámolom, és átlagot számolunk belőle. Ki a hányat küldött be? Tehát nem tudom most pontosan, hogy hány házi volt összesen. A be nem küldött házikra nem számolok pontot, tehát 0-s jegyet kaptok, és az átlag akkor az fogja rontani az átlagot. És ebből is meg kell legyen az ötös, hogy mehessünk vizsgázni? Nem, én nem azt mondtam, aki beküldte a háziát, az nagy része jól oldotta meg, vagy megvan az átmenő jegye, akinek nem volt meg az átmenő jegye, annak leírtam a megjegyzéseket, észrevételeket. Sokan közületek újra küldték, azért van úgy egy-egy elmaradva, igaz, mert van, akinek a kommentek alapján kijavította a feladatot, és még egyszer fejet ütötte. Tehát a kötelező dolog az, hogy legyenek meg a házik, mert akinek el vannak maradva a házi feladatai, azokat már nem engedtem laborvizsgázni se. Igaz, volt olyan diák, aki 5-6-7-8 háziba el volt maradva, oda egyből beírtam, igaz, hogy nem vizsgázhat. Aki vizsgázott, azoknak rendben van, csak azoknak 20%-ban majd a házi feladat jegye is beszámolódik a végső jegyhez. Amivel el vagyok maradva, az viszont a vizsgáknak, a laborvizsgáknak a kijavítása. Igaz, mindenkinek egyéni feladatot adtam, és a javítás az nehezebben megy, mint ahogy én elképzeltem volna, de szép lassan utolérem én is magam, és kijavítom az összes labortesztet. Laborvizsgából lehet esetleg majd javítani, vagy ha... Igen, a laborvizsgát annak, aki nem sikerült, valamikor a pótvizsga időszakban majd lehetőséget adok a pótlásra. Én most itt gondolkozok, mert azt látom, hogy általában, tehát a tanszéki szinten az történik, hogy a megszokottnál hosszabb ideig tartanak ezek a vizsgák. Tehát ahol szóbelisztetnek, ott van, ahol megvan 4-5-6 időpont is hirdetve. És valószínűleg azzal a kéréssel fogok én a vezetőség fele fordulni. Lesz pénteken szenátusi gyűlés is, hogy ezeknek a vizsgaidőszaknak az idejét tolják ki. Tehát, hogy hosszabbítsák meg, mert ha a vizsgaidőszakba be is férünk, mert 3 hétre be lehet osztani a sok vizsgát. A pótvizsga időszakban, ha van mindenkinek, mit tudom én, 5-6 tantárgya, amiből kell vizsgázzon, és abból laborvizsga lehetőségeket is biztosítunk, akkor ezeket fizikailag egy hét alatt nem igazán lehet lebonyolítani, mert akkor azt jelenteni, hogy mit tudom én, egyik vizsgáról kimentek, és mentek be a másik vizsgára. Akkor azt fogom kérni, hogy ezt a szesszió időtartamát hosszabbítsák meg, hogy még esetleg a szesszió lejárta után is még lehessen vizsgáztatni valamennyi időt.
És akkor Stég. megoldódik, igaz? Mert én, ha beprogramozom, mit tudom én, a szessziónba egy napra a laborvizsgákat, és második napra a rendes vizsgát, akkor az egy hétből én egyedül a digitális technikával lefoglalok két napot. Három szaknak, igaz? Ha ugyanezt megcsinálja Pap Sándor tanár úr, ugyanezt megcsinálja, mit tudom én, emeleti villamosságtanból Kenész tanár úr is, akkor három vizsgával lefoglaljuk az egész hetet. A többi tantárgyból nem lesz mikor vizsgázzatok. Tehát ezért azt a pótvizsga időszakot megpróbáljuk kitolni, eltolni, tehát hogy hosszabb időre osszuk szét ezeket a vizsgákat, mert De másképp akkor nektek nagyon nehéz lesz. abban az esetben is lehet menni pótvizsgára, ha sikerült a laborvizsgán, de javítani szeretnénk? Igen. Tehát, hogyha a labor jegyet, tehát rendesen lehet nagyobb jegyért, újból vizsgázni, persze. Rendben, köszönöm szépen. Hát kaptál egy, mit tudom, hatost, nem vagy megelégedve, pótvizsgá szesszióba lehet jönni, nagyobb vizsgát kapni. Azzal az egy feltétellel, hogy eltöröljük a régi jegyet, és az új jegyet írjuk be, függetlenül attól, hogy kisebb vagy nagyobb. Tehát a javítás az lehet rontás is, idézőjelben, oké? Tehát fontoljátok meg, mert másképp akkor mindenki megpróbál javítani, igaz? Csak az megint, ha 20-30-40 embert akarok vizsgáztatni, az megint egy bonyolult procedúra, az hosszú. Tehát aki szeretne javítani, az vegye azt is figyelembe, hogy lehet javítani, viszont lehet rontani is a jegyet. Tehát ha van egy 8-asod, 10-est akarsz, lehet, hogy abból 7-es lesz a vége. Oké? A végső jegy az hogyan vissza? A végső jegyet azt leírtam nektek a dokumentumban is, amit megosztottam, hogy 50% a laborjegy, 30% a vizsgajegy, és 20% a házi feladatokra kapott jegy. Jó? Tehát ezeknek a súlyzott átlaga lesz. A laborjegy az a legnagyobb súlyú, igaz? Mert a laborjegy az a leg... Én úgy látom, az a legkeményebb vizsga, tehát ott egy tervezési feladatot meg kell oldani papíron, meg kell valósítani Siming környezetben is. A 30%-os komponens az egy ilyen rács teszt lesz, ahol ki kell x-elni a válaszokat. Meg a házi feladatok, azokat is beszámolom 20%-ba, hogy aki a szemeszter folyamán komolyan dolgozott, az kapjon jó jegyeket. Nem szeretem viszont azt, hogy láttam több esetben, és meg is szólítottak, hogy vannak, akik ugyanazt a házit küldik be, mint mások, igaz? Én ezt nem tudom ellenőrizni, hogy ki csinálta meg, de ez a vizsgán abban a pillanatban kiderül, igaz, a laborteszteken, hogy aki beküldi a házi feladatokat jól megoldva, a laborvizsgán nem tudja megoldani a feladatot, ott nagyon felmerül a kérdése annak, hogy a házi feladatokat ő készítette el, vagy csak úgy készen kapta, vagy valakivel kollaborálva oldotta meg. De ezt én sajnos nem tudom kiszűrni, viszont kiszűri saját magát minden ember a vizsgán. Más kérdések a vizsgával kapcsolatosan? A vizsgára majd fogtok meghívást kapni, tehát ilyen Google Meet formájában fogom kiírni, és egyik előadáson, talán két hete, végeztünk egy ilyen kis tesztet is, tehát ilyen Google Classroom Quiz formába lesz megszervezve. Én előkészítettem már jó sok ilyen tesztkérdést, és azok a tesztkérdések közül véletlenszerűen lesz mindenkinek kiválasztva 30 kérdés. A 30 kérdést be vannak olyan kérdések, ahol mondjuk 4 lehetőség közül ki kell választani, hogy melyik a helyes. Van olyan is, ahol egy szövegdobozba be kell írni a helyes választ, tehát nem ilyen x-elős teszt, de mondjuk ebből kevesebb van. És
ezeket a kérdéseket ilyen véletlenszerűen fogjátok kapni összekeverve, nem ugyanabban a sorrendben, tehát elvileg majdnem mindenkinek azt lehet mondani, hogy más-más tesztkérdései lesznek, más-más sorrendben, és mikor a Google Meet-be találkozunk, akkor megosztom veletek a Classroom-on keresztül ezt a tesztet, és meg lesz adva egy határidő. Én úgy terveztem, hogy azt hiszem 30 kérdés lesz, mindegyik kérdés ér 3 pontot. Most még silabizálok, hogy csináljam a pontozást, de körülbelül ez alakult ki a fejembe, hogy akkor lehet 90 pontot szerezni a 30 kérdésre, és 10 pont jár hivatalból. Tehát úgy, mintha mondjuk 1-től 10-ig osztályoznánk, és 9-est lehet kapni, plusz egy hivatalból. És akkor ezeket a kérdéseket egy bizonyos határidő alatt, mit tudom én, fel kell még mérjem, hogy a 30 kérdésre mennyi idő alatt lehet válaszolni. Tehát én ugye, ahogy számolgattam, egy olyan fél óra, 40 perc, 45 perc, annál többre nincsen szükség, hogy kitöltsétek ezt a tesztet. Tehát azt jelenti, hogy a vizsga úgy durván egy óra alatt le fog járni. Jó? És ahova be kell írjuk például az eredményt, ott milyen kérdések lehetnek? Feladatmegoldás vagy? Hát ahova be kell írni az eredményt, például igaz, az elemzési feladatoknál vannak olyanok, hogy megvan adva egy kapcsolási rajz, és le kell olvasni róla, hogy mit tudom én a számlálónak a clear bemenete mivel egyenlő. És akkor ilyen kérdés lesz, hogy adott ez a kapcsolási rajz, írjuk be, milyen képlettel lehet meghatározni a, mit tudom én, a számlálónak a load bemeneti. Akkor ezért mondtam, hogy ilyen Cilinx VHDL formátumba kérem, tehát be kell írjátok a VHDL képletet, hogy mit tudom én, inéből egyenlő A, XOR, B vagy C. Tehát ilyesmi kérdések vannak, ahova be kell írni, vagy például olyanok vannak, hogy a tervezési feladatnál igaz, hogy egy gráfban van egy elágazás. Akkor azt tudom kérdezni például, hogy megadom az állapot gráfot, és akkor kérdem én, hogy a hetes állapotból melyik a következő állapot. És ti be kell írjátok a szövegdobozba, hogy a következő állapot mit tudom én. 1-1-0-1 vagy 1-1-A-0. Vagy tehát ki lehet azt egy pillanat alatt ránéztek, ki lehet számolni összevonva is, hogy melyik a következő állapot. Jó, tehát néhány karakter. Néhány betűt kell csak beírni, tehát nem kell, mit tudom én, ilyen 5-10-20 karaktert kell csak beírni. Jó, így kell, elképzeljétek. Vagy ugyanígy lehet, mit tudom én, feladat ilyen Carnot-diagramnál, hogy mit tudom én, felrajzolunk egy Carnot-diagramot, és akkor tessék megmondani, hogy algebrailag leegyszerűsítve mi lesz az eredmény. Akkor ti azt egy perc alatt igaz, megrajzoljátok papíron, kiszámoljátok az eredményt, és begépelitek, hogy mit tudom én, a F egyenlő A XOR not B and Q0. Mondtam egy képletet. Oké, tehát ilyesmi, ennyit kell beírni egy ilyen VHDL szintaxisban egy képletet. Érthető? Így tiszta. Oké. Igen. Tehát azok az elemek, amiket igaz, nem nagyon adhatok fel én egy tesztkérdésbe egy teljes feladatot, mert akkor az azt feltételezni, hogy kell egy óra, amíg ti kiszámoljátok és levezetitek, és ha megvan egy kapcsolási rajz, akkor mit csinálunk? Azt hogy rajzoljátok be a tesztbe? Nem igazán lehet. Tehát részfeladatok lesznek. Tehát a tervezési, meg az elemzési feladatoknak a rész feladatai lesznek így ilyen tesztkérdésekkel felmérve. Oké? Nagyjából... És a vizsgára jelentkezés csak a Neptun keresztül történik? Normálisan ti a Neptunon majd be kell regisztráljátok a vizsgára, így van, és aki a Neptunon a vizsgára beregisztrált, az
mi most készítünk egy ilyen online vizsgabeosztást egész kari szinten, tehát lesznek ilyen Google kalendárok évfolyamonként és szakszuként. Abban a Google kalendárban mindenki tanár beprogramozza a vizsgáját megfelelően egyeztetett időpontra. És a kalendárban az meg lesz veletek osztva, s rákattintotok, s bejelentkeztek ebbe a Google Meet-be, és innen a Google Meet-ből aztán megbeszéljük, és osztom majd én meg ezt a Classroom tesztet, vagy minden tanár majd lebonyolítja úgy a vizsgát, ahogy elképzelte. Más kérdések, észrevételek vannak? Esetleg a tananyaggal kapcsolatosan, hogyha valami nem világos, vagy nem tiszta, azzal kapcsolatosan is nyugodtan kérdezhettek, vagy a vizsga menetével is nyugodtan kérdezhettek. Szóval maga a vizsga csak az a Google kérdőív lesz? Igen, tehát maga a vizsga csak az a Google kérdőív lesz. Ezért is van kisebb súlya, mint a labor vizsgának, igaz, mert az egy kisebb volumenű valami. Tehát mondtam, hogy körülbelül egy óra alatt lebonyolítsuk. Kijavítva mikor lesz nekünk? Melyik? A laborvizsga vagy ez a vizsga? A laborvizsga az 10-es, az előadás vizsga. Az előadás vizsga az pillanatok alatt működik, mert azt a Google tesztnél én megadtam a helyes válaszokat is, és ti, ahogy kitöltitek, abban a pillanatban megtudjátok, hogy hány pontot értetek-e. És automatikusan adja a jegyet a Google Classroom tweet, tehát ott ahogy megvan a vizsga, 2 perc alatt kaptál egy e-mailt a pontszámoddal, vagy 5 perc múlva kaptál egy e-mailt a pontszámoddal. És mi van akkor, hogyha a helyes válasz úgy lenne, hogy egy space a, és én space-ek nélkül írom be, és nem fogadja el. Ezt majd a vizsgán megbeszéljük, jó, hogy hogyan van. Van egy standard, ami szerint be kell írni. Például erre, amit te kérdeztél, itt az a válasz, hogy nem kell space-eket tenni, hanem csak be kell írni, hogy 1A, 1-0. Space-ek nélkül. Ezt a vizsga elején majd elmondom, illetve a VHDL nyelven írt parancsoknál, ott én megadtam, van helyenként 8-10 kombinációt is, ami lefedi az összes lehetőséget, hogy te, mit tudom én, ott is konvencionálisan megegyezünk, hogy mindenki kisbetűkkel írja, igaz, és akkor utána a sorrend függvényében, igaz, mert lehet A, AND, Q0, vagy lehet Q0 and A, igaz? Mind a két variáns helyes. Én megadom mind a két variánsot helyes válaszként. Oké? És úgy működik ezeknek a kiértékelése. Tehát minden lehetséges helyes választ én megadok egy halmazba, és ha abban a halmazban benne van a ti válaszotok, akkor helyesnek nyilvánítja a rendszer. Talán lenne egy kérdésem akkor. Mondjam. Tehát vettem ott a tanárról ezeket az alapú grafikus feladatokat. Ott az A negátat, azt hogy írhatjuk be, hogy fogadja el majd a rendszer? Meg fogjuk beszélni, tehát úgy fogjuk beírni, mint VHDL-be. Az A negát az not A. Rendben. Oké? Vagy a Q0 negát az not Q0. Tehát úgy írjuk be, mint VHDL-be. Tehát a függvényeket is AND, OR, XOR, XNOR. És akkor nem lesz gond. Mit kérdeztél itt, hogy lehet-e több helyes válasz a vizsga kérdések között? Nincsen több helyes válasz. Tehát amikor ki kell x-elni, akkor egyik lehetőség helyes, a többi nem helyes. Hmm.
Egyéb kérdés, egyéb észrevétel, hogy valami, amit kihagytam, vagy olyan információ, amire nem tértem ki, és esetleg szükségetek lenne. Nincsen. Jó, akkor még két dolgot, tehát találkozok most az előadás után, igaz, fél egytől az egyik mechatronika csoporttal labortesztre. Holnap még van két csoporttal laborteszt, és elmaradott a laborteszt az automatika, talán az A csoporttal. Van-e valakit, én levelezgettem, talán Márton Attilának hívták, vagy Márton Tamás, nem jut most eszembe. Márton Attila, az Meha B. Vagy Meha B, csak egy pillanat. Van-e automatikáról, akinek elmaradott a labortesztje valaki? Márton Tamás Lóránddal levelezgettem. Nincsen itt véletlenül? Na, akkor valahogy még megegyezek velük, tehát az automatikának elmaradt. Én be kellett menjek az egyetemre, reggel 8-tól volt a vizsga, és nem tudtam bejelentkezni a laborra, de megegyezünk, és kapunk majd egy időpontot, amikor a labortesztet megejtjük, jó? Automatika 2, csak egy picit, hogy nem 2, aut 1B. Automatika 1B. Nincsen senki automatizálásról itt az előadáson? Van. Van. Na, van-e olyan, aki nem vizsgázott? Mert Eszter, te aztán vizsgáztál már a múlt héten. Igen, én a vizsgáztam. Na mindegy, szóljál még akkor kollégáitoknak, én ezzel a Tamással még egyezkedek, és akkor valahogy egy dátumot leszögezünk, jó? Oké, akkor ha más kérdés nincsen, én megköszönöm a figyelmeteket, és találkozunk még a laborvizsgákon, illetve utána majd a szesszió időszak alatt a rendes vizsgákon. Jó tanulást, sok sikert kívánok a vizsgákhoz, és remélhetőleg majd minél hamarabb találkozhatunk élőbe is. Jó, kérdés akkor senki részéről nincsen több. Lesz a mechanika kártyaváló óra fél egytől? Lesz, igen. Tehát ma van fél egytől a MEHA 2B-vel, tehát akinek kell még labortesztet írni, azokkal találkozunk, illetve holnap lesz a MEHA 2A-val és a számtek 1B-vel. Tehát ezek rendesen meg lesznek a labortesztek tartva. Egyedül az automatika 1B-nek, annak is a felével, mert az egyik fele már levizsgázott a csapatnak, és a másik felével kell egy laborpótvizsgát tartsunk valamikor. És a laborteszteket mikor tudjuk meg az eredményt? Fú, szépen lassan, türelemmel várjatok, amíg sorba tudom venni, és ki tudom javítani őket, jó? Rendben. Nem is merek mondani dátumot, mert nagyon lassan megy. Tehát most a héten, amíg még laborvizsgáim vannak, igaz, akkor nekem délután van egy kicsi időm, délutánonként 3-4-5 tesztet kijavítok, amiket kijavítottam, már beírtam abba a Google spreadsheetbe, ahol a jelenléteket tartom. Tehát amik megvannak, azokat én oda felteszem. Azt kell követni az elektronika labornak a honlapján, igaz, ott a jelenlét, ahol van, azt tudjátok, hogy hol van, nem? Igen. Na, abban a jelenlétes listában fogom bevezetni a laborjegyeket. Folyamatosan javítgatom. Most ma még óráim vannak, délután valamiket kijavítok. Hónap délután megint lesz egy kis időm. Pénteken egész nap foglalt vagyok, mert be vagyok osztva felügyelni valami vizsgára. Fizika vizsgátok lesz Kenész tanár úrra pénteken, igaz? Igen. Na, ott akkor találkozunk a vizsgán, mert én is be vagyok osztva felügyelni.
utána szenátusgyűlés van, utána valami elektronika szakkört tartok, úgyhogy pénteken szerintem egy labort se tudok kijavítani, szombat-vasárnap pedig nekiesek, s javítgatok belül. Jó, tehát én igyekszek, de lassan megy sajnos. Tehát amíg sorra veszem, lassacskán kijavítom. Olyan sorrendbe próbálom menni, ahogy írtátok, tehát veszem az elsőket, akik vizsgáztak a múlt héten, és azoknak javítom először, utána az e-heti teszteket. Lassanként kijavítom. Remélem, jövő héttől már szesszió, de jövő héten mondjuk annyi, hogy rögtön a hét elején vannak ezek a vizsgák, igaz? Tehát még elő kell készítsem a tételeket, ezeket a classroom teszteket. Akkor, ha lejárnak a vizsgák elsőjén, másodikán, utána a teljes gőzzel javítom a laborteszteket. Na jó, akkor ha más kérdés nincsen, akkor én elbúcsúzok tőletek. Minden jót, és találkozunk akkor a laborteszteken, meg a vizsgaszesszióban. Köszönetes. Bármilyen kérdésetek van, e-mailen a legegyszerűbb, hogyha elértek, jó? Mert van, aki nekem Facebookon ír, van, aki SMS-t küld, de a legtisztább az, hogy e-mailbe írjátok le, hogy milyen kérdés van, mert azt napi rendszerességgel olvasom. Ha valaki hív óra közben, nem veszem fel a telefont, vagy ha ilyen Facebook üzenetet küld, azt vagy elolvasom, vagy nem. Tehát egész nap nem lógok én se a Facebookon. Az e-mailjeimet azokat viszont napi rendszerességgel olvasom, tehát bármilyen kérdésetek van, e-mailben lehet kérdezni, jó? Akár konzultáció, akár ha megvan a laborjegy, ha valami nem tiszta, akkor azzal kapcsolatosan is e-mailben lehet kérdezősködni, oké? Okay? Na jó, akkor minden jót, viszlát, sziasztok! Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszlát, sziasztok.